szombathelyi faiskolai bőrzén vagyunk, és ez azért izgalmas, mert mindenki, aki kertészkedéssel, kertépítéssel, parképítéssel, kerttervezéssel foglalkozik, az itt az országban évente egyszer egy helyen elméletileg az összes, vagy a legtöbb fontos olyan termesztőt, kereskedőt megtalálja, akivel aztán kapcsolatban van, és aki aztán segíti mind az ő kereskedelmi tevékenységét, mind pedig mondjuk a kerttervezését. Hát természetesen nem csak a szakmabelieknek, hanem azt szoktam mondani, hogy azoknak a nagyon-nagyon komoly kertbarátoknak, akik izgalmas növényeket, növénykultúrákat szeretnének betelepíteni a kertjükbe, illetve mondjuk olyan fajtákat, fajokat keresnek, amiket általában mondjuk commerce faiskolai kínálban, vagy kertészeti árudás kínálban nem találnak meg, azoknak is érdemes ide ellátogatni. Ez a kiállítás ez most csütörtökön nyitott, illetve most pénteken délután lesz nyitva, úgyhogy ha bárkinek kedve van mégis el tud jönni Szombathelyre, akkor azt keresse meg ezt a kertészeti kiállítást, mert rengeteg olyan, hát most itt kicsit körbenéznek, akkor lehet látni, hogy szinte ilyen nyugat-európai színvonalú növény választékot lehet látni, és rengeteg kereskedő, rengeteg kertész termesztővel lehet beszélgetni, illetve természetesen föl lehet tenni a különböző kérdéseket. Ez a kiállítás azért is érdekes nagyon sok kertbarát számára, mert hogy ez bennfentes, tehát ezt a szakmának szánják, ezért természetesen az érdeklődőket is beengedik. Szóval, hogyha valaki nagyon elszánt, és nagyon szeretne elmerülni a növényválasztékoknak a különböző kínálataiba, akkor az látogasson el még a mai nap a Szombathelyre.